A Dévai Mikulás túra autójába pakolják a Szekszárdi Garai János gimnázium diákjai a karácsonyi csomagokat. A fiatalok évek óta készítenek cipős dobozba zárt ajándékokat a rászoruló családok gyerekeinek. Többen raktak papírírószert, vagy játékokat, esetleg olyan érdekes tárgyakat, vagy különböző dolgokat, amiket hasznosítani tudnak a fiatalok a hétköznapokban, és csokoládét vagy egyéb édességeket is kaptak. Évtizedes hagyománya van a gimnáziumban a karácsonyi adománygyűjtésnek, idén viszont rendhagyó módon nem Tolna megyei hátrányos helyzetben élő gyerekek számára készítettek csomagokat, hanem határon túli árvákat örvendeztetnek meg az ajándékokkal. Így esett a választásuk a Böjte Csaba által pártfogolt picikre. Úgy volt, hogy itt másodikán Böjte Csaba tart egy léleképítő előadást, és felvettük vele a kapcsolatot, az igazgatónő, és az igazgatónővel közösen a diák önkormányzat úgy gondolta, hogy ha már itt van, és tudjuk, hogy jó helyre kerül, akkor ez idejében ezek a csomagok kerüljenek Erdélybe. A Dévai Mikulás túra autója közel 200 darab ünnepi csomagolásba bújtatott ajándékkal indult-e Erdélybe, hogy a bennük rejlő meglepetésekkel mosolyt csaljanak a szeretet otthon kislakóinak az arcára.